Úgy sikerült, mint nekem. Gondolom az enyém eléggé egyedi volt. De hogy itt vagytok, ez azt jelenti, hogy sikerült mindenkinek. Én a ma reggel, amikor először kinyitottam a szemem, hallottam, hogy esik az eső. És ennél álmosabb időt nem igen tudok elképzelni. Esik az eső, és alszok. Vissza is csuktam a szemem, hogy még alszok egy keveset. De egy idő után, hogy fél álomban éreztem, hogy valaki a talpamat kapargatja. És cirógatja. Gondolkodtam, légy lehet? Ilyen nagy légy? Itt Evódiáiknál. Biztos, hogy nem. Mi lehet? Fél álomban, aztán nem tudtam tovább aludni. Próbáltam volna, behúztam a lábamot a karom alá. Megint. Hát az alig egy éve eltöltött, elmúlt unokaöcsém volt az, kis Máté, Budai Máté, aki így költött, engem áldott legyen érte az Úr neve. Szeretettel! Engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntsem sztár vendégünket, aki megérkezett, Balczó András testvér. Háromszoros olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok, az Úr Jézus tanítvány. Ez a legjobb cím, ez a legnagyobb cím, hiszen Úr áldja meg és tanítja. János Levente, Bántó Zoltán, a roma sztárjai. Igen. Gere Szabolcs. Hol van? Van. Budai Lajos. Hívjunk ki még egy lelki pásztort, Szabó Laci. Igen, üljetek le ide. Gondolom, hogy mindenkinek majd egy mikrofoni a szélre. A billentyűhöz. Én sztárokról, és legelőször is azt kérdezném, mindenki fog válaszolni közületek, aztán lehet közbe is kérdezni, vagy közbeszólni a padok közül is. Milyen keresztény sztárokat ismertek ti a mai időkben, akik példaképeink lehetnek, bármelyik fiatalnak lehet azt mondani, na, hát ha te is úgy élsz, akkor másokat az igazságra vezethetsz, vagy dicsőséget hozhatsz az Úr Jézus nevére. Ismertek ilyen keresztény sztárokat? Kiket tudnátok mondani? Balczó András, ki? Persze. Tessék! Köszönöm. Hát ahogy az előbb mondtak, keresztény sztárok és sztár keresztények, ugye a brazil futballcsapat arról híres, hogy keresztények. Közülük is van néhány, aki talán a pályán, amikor látod, hogy viselkedik, akkor gondolhatod, hogy, illetve látszik róla, hogy keresztény. Lehet, hogy nem ez a legrelevánsabb példa. Én, nekem aki először eszembe jutott, lehet, hogy mindannyiatoknak nekem Erni bácsi, apukát, Veres Erni bácsi. Tényleg egy olyan ember, aki megért, te is megérje a hitét. Nekem ő jutott először eszembe. Köszönöm szépen. Én a múltkor olvastam egy leírást Kákáról, és róla az van följegyezve, hogy vállalja mindenütt azt, hogy hívő keresztény, és azt is, ugye a sajtó hírül adta és világra küldölte, hogy tisztán és szűzen ment bele a házasságba. Így vállalta a házasságot és így kötött házasságot azzal a lányjal, akit Isten neki rendelt. És le van ott írva, hogy milyen
puritán módon és hívő módon áll hozzá az élethez, és nekem ez nagyon tetszett, ez a leírás róla. A fiamnak oda is adtam, hogy olvass el. Halleluja! Ja, és még azt is szeretném hozzátenni, hogy vállal a szolgálatot a gyülekezetben is, és ezt is a szívén viseli, hogy szolgáljon Istenet gyakorlatilag is. Kicsit félek az ilyen sztároktól, úgynevezett sztároktól. Talán éppen azért, mert arra gondolok, hogy nem, legalábbis annyit ismerünk belőlük, vagy annyit tudunk róluk, amennyit esetleg az újságban, vagy az interneten, vagy a televízióban hallunk és látunk. Úgy gondolom, hogy valamennyiünknek kellene legyenek úgymond sztárjaik, és ezek a sztárok nem feltétlenül a világ előtt sztárok, hanem előttünk sztárok. Talán olyan emberek, akik segítettek nekünk a hitéletben, talán olyan emberek, akik elvezettek bennünket a megtérésünket, talán olyan emberek, akik imádkoztak, lelki gondoztak bennünket, mellettünk voltak, mentoraink voltak, és úgy gondolom, hogy ezek a mi sztárink, vagy ezek kellenének legyenek a mi sztárink, és azt hiszem, hogy nekünk is lehet egy olyan célunk, hogy ilyen sztárokká legyünk. Lehet, hogy nem ismer meg a világ, lehet, hogy nem beszél rólunk a tévé, de emberek vannak, akiknek segíthetünk, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen sztárság. Amen. Nem tudom, ha már személyekről beszélünk, akkor talán megemlíteni körünkben inkább ismert fiatal lelkipásztor, talán Mikes Sámuel. Igen. Akire én felnézek, és azt hiszem, hogy mindannyian. Dicsőség az Úrnak. Mindkét kategóriába beleillik keresztény sztár, meg sztár keresztény, Friderika. Én nem voltam megtérves, nagyon lógtam a Danubius rádión, emlékszem, hogy nagyon sokat ment egy nap több száma is, ismert számas, mikor kiderült, hogy az Úrra gondol, meg hasonlók, akkor úgy egyből eltűnt a rádióból. Vele is lehet kérdéseket feltenni, de ő úgy gondolom, hogy Isten sokszor használta az ő hangját arra, hogy másokat közelebb hozzon magához. Valaki sztárrá a világban, és csak azért érzem, ha valaki sztár akar lenni, amellett, hogy hívő és az Úr Jézus követője, mit kell tegyen? Én azt gondolom, hogy az elsődleges és a legfontosabb dolog egy keresztény életében, hogy legyenek elvei. Ha vannak elvei és azokat vállalja, akkor ezt a világ figyeli, hogy fognak igazolódni azok az elvek. És akiknél látszik és tapasztalható a hitelesség, és az, hogy az elvei beigazolódnak és bejönnek, azokat én úgy gondolom, hogy a kereszténységen belül követik az emberek. És rám is azok az emberek voltak nagy hatással, akik fölvállalták az elveiket, biblikus elveik voltak, és láttam, ahogy telik az idő, egyre jobban igazolódnak azok a dolgok, amelyeket ők fölvállaltak, és egyre nagyobb áldás volt az életükben. Tehát én szerintem ez nagyon fontos, hogy legyenek Istentől kapott, jól meghatározott biblikus elveink. Ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki sztárrá legyen, vagy a világ szemében sztárként legyen tekintve, először is kell valami egyénét és nagyon eredetit alkosson, vagy kiválót alkosson, tegyen. De sok olyan sztár van, aki tényleg ezt a lépést megteszi, és utána valamit elmond, a következő lépést elmondja. Szerintem a következő fontos lépés az, hogy ahogy Lajos is mondta, hogy legyenek meg az elvei. Sok olyan szalmalánk jellegű sztárt láttam, és láthattam mindannyian, akik tényleg hirtelen a világ szem elé kerültek, és aztán elrontották az életüket. Nem tudták feldolgozni egyáltalán a nagy hírnevet, a nagy elismerést. És egy másik nagyon fontos dolog szerintem az, hogy soha ne felejts el senki, ugye, főleg a sztárok, hogy honnan indultak. Ez nagyon fontos, mert persze erre is rengeteg példa van, hogy valaki híres lett, gazdag lett esetleg, és elfelejtette azt, hogy
volt ő is szegény, vagy volt ő is ismeretlen. Bocsánat, itt a szalmaláng jellegű sztárnál megállok, és megkérdezem azt tőletek, hogy mondjuk ezt másképp? Igen, hogy mondják azt? Üstökös, ugye? Tehát ne üstökösök legyünk, hanem csillagok. Igen, mondja Zoli. Folytatva Szabit szeretném, én csak azt, én úgy látom, hogy egy nagyon-nagyon nagyfokú alázat szükség is kell. És én ezt mondom csak, alázat. És még egyszer alázat. Igen. Én azt is mondanám, hogyha egy általában nézzük a társágot, szerintem fontos ez, hogy azt látjuk, hogy valamiben jó kell legyél. Lehet buta, de akkor legyél annyira buta, hogy ez már tűnjön fel. És vannak, akik ebből nagyon jól megélnek ma, hogy elég buták ehhez. Vagy másik oldalt is választhatod, hogy legyél, vagy ha tehetséges vagy, akkor valamit mutass abból a tehetségből, és tényleg csinálj valami jót. Hogyha keresztény sztárokról van szó, és arról, hogy kiemelkednek sztárok a hívők közül, azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy rátegyük erre az életünket. Azt mondja, hogy egy zenész sztárokban lenni, akkor nem lesz ő zenész sztár valakiből, hogy még mellette ezer más dolgot csinál. Ráadozza az életét. És azt hiszem, hogy itt van a baj akkor, mikor kereszténységről van szó, nagyon kevesen tudjuk rátenni erre az életünket. És azokról, akikről beszéltünk és említettük őket név szerint, úgy ismerjük őket, mint olyan embereket, akik rátették az életüket. Rátették mindenüket, rátették családjukat, rátették a jövőjüket. És olyan megtapasztalásukat értek át az Istennel, amit révén mi azt mondjuk róluk, hogy sztárok. Hát nem sztárok, csak egyszerűen rátették az életüket az Isten és az Isten bizonyított mellett. Még van egy dolog, tehát azok, akiket Isten igazán használ egy népnek az életében, vagy éppen egy országnak, vagy a világnak a megváltoztatása érdekében, és Isten eszközei voltak, ezek nem úgy voltak, hogy elhatározták, hogy én most nagy akarok lenni, hanem natúr egyszerűséggel élték az életüket, amit a testvérünk mondott, odaszánták magukat Istennek, és éreztek egy belső késztetést, hogy én szeretnék segíteni a népemnek, szeretnék segíteni azon a generáción, akik között élek. Éreztek egy ilyen belső tüzet, egy ilyen belső szorongást, hogy hogy tudnám még jobban elérni a generációmat, hogy tudnék segíteni azoknak, akiket Isten rám bízott. És ott volt ez bennük, ez a mélységes vágy és motiváció, hogy segítsenek a kortársaikon, és Isten használta őket ebben. A másik oldalon pedig a világi sztároknál ugye győzik-e valamelyik, akkor azt Istenem, én Michael Jackson akarok lenni, és ugye ezért töltett, vagy ezért hal. Hát az Isten kezében nem így vannak a dolgok. És Isten azokat tudja fölemelni, és azokat nagyon fel tudja emelni, akik megalázkodnak előtte. És ez ki van jelentve, hogy akik megalázkodnak előtte, azoknak Isten kegyelmet ad. És lehet, hogy az emberek húzzák vissza, Isten mégis emel. És ez nagyon csodálatos az ő világlás. Ezt akartam én is mondani. Fontos nagyon-nagyon az alázat. Sok énekesről hallottam, akik az első CD-jükön sütött az arcukról az alázat. A második CD-n már szanaszét volt a hajuk, és össze-vissza ruhában voltak, és letűnt róluk, hogy eltűnt az alázat, és egyből visszacsapant. Amúgy az Isten eldönti azt, hogy felemel valakit. Így van például Spurgeon. De kell legyen egy alap, egy bizonyos többlet, amelyet kapott Istentől, és azt Isten használja, és felemeli az illető szemét. És Spurgeon például 6000-en hallgatták minden egyes alkalommal. Igen. Még csak elnézést. Még annyit, hogy a Spurgeonnél is, és a többieknél is, akiket az Úr használ, azért még megfigyelhető volt az is, hogy nagyon szívós és kitartó munkával készültek-e arra szolgálatra. Leírja a Spurgeon azt, hogy reggel lelkiismeretfurdalást érzett, amikor a szomszédba a kovácsot hamarabb hallotta kopogtatni és ütni a vasat, mint ahogy ő fölkelt volna és imádkozott volna. Tehát ő erre nagyon rátett az életét, hogy készüljön, olvasson, az Úr előtt legyen, és legyen az a fedezet, amiről volt szó a
az ima órán is, legyen ez a fedezet a szolgálatai mögött, az Úrral való kapcsolat, amiből aztán kisugárzott az a látható rész is, amit Isten fölhasznált emberek megváltoztatásaira. Mindazt, amit hallottam, megerősítve, de mégis kiegészítve, mondanám azt, hogy anélkül, itt Laci mondott valami olyat is, hogy ha nagyon-nagyon buta vagy, akkor is lehetsz sztár, ha kitűnsz a többi buta közül, de anélkül, hogy valaki nagyon-nagyon buta lenne, vagy nagyon-nagyon okos ember lenne, egyszerű, középszerű emberek is válhatnak sztárokká, ha rábízzák magukat a médiára. És mondhatnánk azt, hogy a média bárkiből tudna sztárt csinálni. És én csak azért mondom ezt, mert bárki válhat sztárrá, vagy média személyiségé, csak nem biztos, hogy ez a javára válik. A sztár csinálás az egy külön műfaj. És felkínálják ezt az embereknek, amit el is hangzott egy név, ugye, a Győzike. Hát a maga erejéből valószínűleg soha se lett volna az, de a média segítségével igen. Óriási felelőssége van a médiának. És el is érkeztünk most ahhoz a kérdéshez, amit én sztárolásnak hívok. Mert valaki sztárolhatja magát, vagy engedi, hogy sztárolhassák, és azt akarom kérdezni, hogy keresztény körökben, gyülekezeteinkben, hívők között mennyire megengedett ez, hogy milyen változatai vannak az ilyen sztárolásnak. Lehet-e, kell-e sztárolni valakit? És mit jelent ez? Milyen veszélyei vannak? Nekem volt ezzel egy kelementen élményem. Váradon a Művelődési Házban keresztény koncertet hirdettek meg. Belépő ingyenes, híres román dicsőítő csoport énekel, na menjünk mi is erre, hallgassuk meg mi is őket, ugye rádióban, CD-n hallgatjuk őket. Hát annyian voltak a Művelődési Házban, mire én odaértem, pedig még volt egy olyan jó 10 perc a kezdésig, hogy csak ilyen hömpögő tömeget láttál befele menni. És az volt a baj, hogy egy ideig ment a tömeg, ameddig volt hely, és aztán megállt, és már nem tudott tovább menni, és én megálltam valahogy a bejárat és az ajtó között, körül voltam véve tömeggel, nem tudtam tovább menni, minden oldalra tolongtak, és akkor egyszer csak elutották a villanyt, megszólalt az első dobverés, és mintha megőrültek volna az emberek, az egyik lány ráugrult a hátam, hogy azt, ő akarja látni, akarja, hogy mit akarsz látni, én is látom sem, de ő akarja látni, és engedjen a jólása. És azt éreztem, hogy te valaki rossz helyre jöttem, nem ilyen dolgot kerestem. Tehát van egy ilyen fajta sztárolás, és azt hiszem, hogy kicsit sánít valami a dologban, valami nem. Igen. Közelebbünk a saját berkénkhez. Ugye a gyülekezetben sokszor előfordul az, hogy ugyanaz a személy, ugyanazt a személyt kérik fel imádkozni mindig, ugyanaz a személy orgonál, ugyanaz a személy a karmester, ugyanaz, hogy egy személy minden. Ez teljesen megérthető akkor, mikor tényleg nincs más. Viszont mikor lennének mások is, akkor nagyon oda kell arra figyelni, úgy a vezetőségnek, úgy a lelkipásztornak, annak a személynek is biztos, hogy ne üssön át egy ilyen dologba. Ez egy gyakorlati dolog, vagy az ifjúságban. Van, aki muszáj ezt csinálja, és értsétek ezt jól, mert ha megkérsz valakit, hogy légy szíves, vezess már le egy imaórát, hát nem tudom, mit leszek el, hát nem tudom, hogy fel tudok-e készülni, és akkor nyilván mindig ugyanaz, vagy sokszor be kell ugorni ugyanaz a személy. Sajnos még nagyobb ifjúságokban is előfordul ez. Úgyhogy ez szóljon bátorításként azoknak, akik meg vannak kérve és visszautasítják ezeket a, nem mondom, hogy szereplések, mert szolgálatok, de mondom, amikor még valaki muszáj volt, tényleg ott kell legyen, meg mindig kell helyettesítsen másokat, akkor ilyen íze lehet a dolognak. Azt hiszem, hogy keresztény körökben, hogyha már keresztény körökről beszélünk, akkor nem tudom, hogyha beszélhetünk ezt sztárokról. Tehát beszélhetünk, fölnézhetünk a másikra, de igen,
mondja itt Lajos, példaképek kell, hogy legyenek. Tehát jó az, hogy a másik sztárnak esetleg pénze van, vagy vállalkozása, de ugyanakkor egy gyülekezetben én úgy gondolom is, úgy kéne, hogy legyen, hogy tényleg, hogy példakép. Igen. A Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek. És ez egy magasabb kategória, mint hogyha arra gondolnánk, hogy légy példa a világban. Tehát a világban is példa kell legyen egy ember, de amikor arra is törekszik, hogy a hívők előtt legyen példa, ez a lelki életünknek egy magasabb szintje. És az a csodálatos, hogy aki példa a hívők előtt, és példa tud lenni a gyülekezetben, az a világban is példa lesz, mert ugye meglátszik rajta az a tisztaság, amit Isten adott neki. Visszatérve az alapkérdéshez, ugye, hogy a média némelykor ugye, van, akiből sztárt csinálhat, van, aki pedig ugye, esetleg le is járhat. Hát mi egyszer átéltük azt, hogy amikor Székelyudvarhelyen megkezdtük a szolgálatunkat, akkor ugye, mint fiatal lelkipásztor, hát most sem vagyok idős, de akkor még nagyobb hével belevetettük magunkat az utcai missziókba, és jött egy kis csoport hozzánk a városba, és a város különböző pontjain énekeltünk, és voltak, akik bizonyságot tettek, és hívtuk az embereket, hogy hallgassák meg az esti istentiszteletet is. És akkor történt az, hogy az újságban írtak rólunk egy cikket. Hát nagyon objektívan tájékoztatták a várost arról, ami történik, viszont volt benne egy kis cinikusság, olyan megjegyzések, amik nem voltak és nem segítették elő az evangélium terjedését, és inkább előítéleteket szült az emberekben. Aztán megjelent ugye a város előtt ez az újságcikk, és hát gondolkoztunk azon, amikor ugye sokan ezt olvasták, hogy mi lesz ennek a következménye. És az csodálatos volt megtapasztalni, hogy válaszoltak rá az emberek közül elég sokan, és beküldtek a szerkesztőségbe válaszleveleket. És jó volt azt látni, hogy aztán ezt megjelentették az újságban, és végül is az igazság terjedését elősegítette ez az ügy, de az nagyon nehéz volt, amikor az első cikket olvastuk az ironikus és cinikus megjegyzésekkel. Utána aztán a televíziótól is kijöttek, és riportot készítettek, és úgy sikerült helyre tenni a dolgokat, mert az volt az igazság, hogy elég sok előítéleteket tápláltak az emberek magukban, velünk szemben, baptistákkal szemben, és egy-egy ilyen missziós csoporttal szemben, és az évek során ezt az előítéletet sikerült eloszlatni. És sikerült az emberek előtt felmutatni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen igazság, hogy az nem részekből tevődik össze az igazság, hanem benne van ebben a személyben, és mi ezt a személyt, Jézus szeretjük, és az ő értékeit és az ő elveit akarjuk képviselni ebben a városban. És aztán a riportokban is később ugye ez terjedt, bizonyságtételek hangoztak el, és végül is sikerült egy pozitív változást elérni. Szolgálati közlemény. Egy Szilágy megyei kocsi 03 BKX és egy szatmári kocsi 58 MKL elállták a Kraszna utcán az egyik kocsi bejárót, vagy kettőt is. Úgyhogy kérjük szeretettel ezeket a sztárokat, hogy hamar vigyék el a kocsit, mert ott parkoltak, ahol nem kellene, ahol nem kellene. Tehát még egyszer Szilágy megye, 03 BKX, Szatmár, 58 MKL. Egyszer beszélgettem egy testvéremmel, és megkérdeztem tőle, te figyelj ide, ott, ahol te vagy a te környékeden, nem tudsz összejönni másokkal és együtt imádkozni, közösséget gyakorolni? Az nálunk nem megy. Hát kérdezem, miért? Nálunk nagy ágyuk vannak. Hát jó, nagy ágyuk, rendben. De hát a kis ágyuk, nem tudnak összejönni, nem? Hát azt mondja, a másik baj az, hogy a kis ágyuk meg azt hiszik, hogy ők nagy ágyuk. Hát most ennyit a sztárságról. Vannak a sztárok, akik nagyok és lehet, hogy megközelíthetetlenek. Én úgy láttam és úgy veszem észre, hogyha ez keresztény berkeken belül fordul elő, az már nem helyes, ott már céltévesztés van. És
az még súlyosabb, amikor valaki még csak nem is emelkedik ki, de nagynak képzeli magát. Van erre egy ige, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Hát szeretném azt a kérdést feltenni Gere Szabolcsnak, ő az üzleti életben ugye benne van, egy olyan vállalkozásnak az egyik vezetője, amely hát nem is tudom mekkora forgalmat bonyolít le erdészerte. Mondhatnánk, hogy talán a jelenlévő közül az egyik legismertebb gazdasági szereplő, ilyen értelemben sztár. Mondjál nekünk, Szabolcs, valamit, hogy milyen veszélyei vannak a menedzseri állásnak, sztárságnak, ha valaki a világban nyújt kiemelkedőt, emelkedik ki, és emellett még keresztény is. Milyen kísértései vannak egy, mondjuk, hívő üzletembernek? Köszönöm a méltatást, nem gondoltam. Már örültem, amikor az első kérdések voltak, hogy nem ilyen irányba fog elmenni. Jó, válaszoljuk a kérdésre. Hát az első és legnagyobb kísértés az, hogy veszély az, hogy különböző helyzetekben olyan emberekkel találkozol, akik nagyon fontos emberek, és akiknek a döntésétől egy jó üzlet, akinek a döntésén egy jó üzlet múlhat, és a beszélgetés során esetleg, ha szóba jön, kifejezi vagy az antipátiáját a keresztények ellen, vagy egy elvéről beszél, ami teljesen keresztény ellenes, és ez az egyik veszély, hogy ilyenkor mi van, ha hallgatsz. És mondhatom, hogy volt részem mind a kettőben, volt olyan is, főleg az elején, amikor ilyen helyzetbe kerültem, hogy nem mertem megszólalni, mert azt mondtam, hogy hát most fontos azért, hogy ez összejöjjön, és nem jött össze, és volt olyan eset, amikor persze illendően, meg tisztelettudóan, hogy mondjam úgy, ellent mondtam az illetőnek, hogy elmondtam az én felfogásomat is, és tiszteltem. Sokan, sokszor azt is megtapasztaltam, hogy a szavamnak olyan értéket adtak azért, mert tudták, hogy keresztény vagyok, hogy talán alá se kellett írni, vagy le se kellett pecsételni egy szerződést, vagy egy megegyezést. Veszélyek azok vannak, hogy nem mindenkinek az életében egy konkrét veszély az, mivel általában nem hívő körökben forgok, az, hogy állandóan a felfogásukat, meg az ő elveiket, meg az életszemléletüket mondják, és állandóan ezzel vagy körülje, vagy 95% azoknak, akikkel tárgyalok, vagy találkozok, cigarettáznak például, és sokan kérdezték, hogy hát hogy nem szoktál rá, mert a stresszet le kell vezetni valahogy, meg ilyen elméletek. Akkor volt még egy, hogy az elején tényleg nagyon sok volt, hogy tudtam egyes partnerekről, hogy családos ember, és mikor egy olyan más környezetben találkoztunk, akkor mással volt, és természetesnek vettem. És ez az elején nagyon lesokkolt. Most már azért nem sokkol le, mert láttam sajnos, és sajnos ez egy nagyon rossz felfogás. Köszönöm szépen. Nagyjából minden lelki vezetők vagytok, és gyülekezeteken belül, vagy ifjúságokon belül szembesülhettek azzal a ténnyel, hogy vannak fiatalok között is, lányok között most ő a sztár, fiúk között most ő a sztár, és ez azzal jár, hogy nagyobb a társasága egyiknek, másiknak, felkapottabb. De gyülekezetekben is meg lehet figyelni azt, hogy van olyan lelki pásztor, aki többet hívnak szolgálni valahova. Ilyet is hallottam, hogy sztár lelki pásztor, nem olyan rég megütötte ez a fülemet, és egy kicsit olyan bántónak éreztem. Sztár evangélista, sztár énekes. Most szeretném megtudni, mi a személyes véleményetek, ti ezt hogy dolgozzátok fel, vagy ha felétek
irányulna ilyen megkülönböztetett tisztelet vagy elvárás, akkor ezt hogyan viselitek, vagy mi a válaszotok erre? Másoknak is. Mit tegyenek? Ha valakit felkapnak, ha valaki ismertebb. Volt egy anekdota, amit megismétlek, itt eszembe jutott. Anélkül, hogy valaki képmutatóan alázatoskodna, egyszerre az egyik rabbi azt mondja annak az Ármin nevezetű hittársának, aki észrevett, hogy mennyire képmutatóan alázatos. Ármin, Ármin, nem vagy te olyan nagy, mint amilyen kicsinek mutatod magad. Tehát van kétféle válasz erre, hogyan viseli az ember, de az árnyalatokat megkérlek, hogy mondjátok. Tehát képmutatóan alázatos, vagy egyszerűen büszke legyen az ember. Mi a választok nekik erre? Én azt látom, hogy leginkább arra van szükség, hogy ilyenkor az Istenre figyeljünk. Ha az Isten bennünk elvégez valami jót, ha felemel bennünket az Isten, vagy az sikereket a lelki munkában, vagy a lelki szolgálatban, vagy a lelki pásztori munkában, ez mind nagyon jó. De úgy a fiatalok részéről, vagy a közönség, vagy a külső emberek részéről, mint saját magadnak is arra van szükség, hogy azt nézzük, hogy az Isten mit akar elvégezni. Tehát azt hiszem, hogy szemlélet kérdése. Egy példa, szervezünk evangéliz, volt egy ilyen esetünk, és kicsit megszégyeltük magunkat a Gyüliben. Ifjú evangélizást akartunk tartani, és ugye kit hívjál meg prédikálni egy ilyen evangélizást? Prédikálhatok én is, vagy prédikálhat, nem tudom, XY is, de hát valaki sztár kellene hívni, hogy azért jöjjenek már el, ne 10-15 ember legyen az ifjú evangélizáson, és nem jött el a sztár lelki pásztor is, nem lett evangélizálás, és le kellett fogjuk az egészet. Tehát nem az volt a baj, hogy őt hívtuk, hanem az volt a baj, hogy nem azért hívtuk őt, mert úgy gondoltuk, hogy te ez a legmegfelelőbb ember, lehet, hogy ő tudja a legjobban elmondani most az evangéliumot, vagy ő segít, hanem egyszerűen csak azért, hát ő aztán lelkipász, tehát ő vonzza a fiatalokat, hát akkor hívjuk őt. És azt hiszem, hogy itt van a dolog, hogy mit nézzünk, azt, hogy az Isten, vagy azt nézzük, hogy mit akarjuk, hogy az Isten elvégezze, és akkor keresünk egy eszközt, vagy pedig már fogjuk is az eszközt, mert hát már ő aztán is akkor. De most arra vagyok kíváncsi, ha te vagy az a sztár lelki pásztor, akkor te milyen választ adsz erre, vagy hogyan viselkedsz? Szerintem egyszerűen csak természetesen kell viselkedni ilyen helyzetben. Tehát nem kell feltétlenül túl nagynak elismerni azt a sztárságot, esetleg amit kapsz kívülről, mert ugye ez a sztárságban benne van az, hogy hozsánna egyik nap, és feszítsd meg a másik nap. Úgy gondolom, hogy ebben józanok kell legyünk, nem kell ezt nagyon elismerni. Azt hiszem, hogy egyszerűen természetesnek kell venni az egészet, és ha az úr fel akar használni, és menjen előre, akkor ezt csinálod, semmilyen nagy, nem tudom, elismerés, vagy semmilyen nagy sztárság érzés nélkül. Általában az ilyen ismert emberek közöttünk, észrevettem náluk, hogy a nagy részük milyen azért ott van a tudat, az, hogy milyen munkát végeznek, most a jóról beszélek, jó munkát, a felelősség az, amit cipelnek, amellett pedig az, hogy az idejüket úgy lefoglalja az, amit tesznek, hogy nagyon sokszor nincs is idejük odafigyelni, mennyire ismertek, kívántak. Akinek túlságosan mondom, a fejébe szállt az ilyenfajta dicsőség, annak el lehet ezt mondani, hogy az, amit végez, ha jóban munkálkodik, akkor az mekkora felelősséggel jár, és ő ki fogja elsősorban számon kérni. De nagyon sok ilyen közülünk ismert embernél azt látom, hogy nagyon le vannak foglalva, és ott van bennünk az az isteni tudat, hogy ő Isten hívta el, ő adta nekik ezt a feladatot, és amit végeznek, azt elsősorban neki teszi. És ez nagyon sokszor segít nekik a lázat. Most elég nagy sztár volt, úgy gondolom, úgy nézünk rá, aki sokat tett az Úrért, és sokakat az igazságra vezetett. Egyik alkalommal Istenként akarták őt tisztelni, és a munkatársával együtt úgy felemelni, és ő ezt visszautasította. Úgy gondolom, most a beszélgetés végére érve, valamennyien igazat adhatunk ennek a megállapításnak, hogy akkor leszünk Krisztus csillagai, ha azt, ami őt illeti, és nekünk szánják, azt visszautasítjuk. Amennyiben magunknak
veszük a dicsőséget, és úgy gondoljuk, hogy a mi ragyogásunk elhomályosíthatja, vagy nagyobb lehet, mint a Jézus Krisztusé, vagy csak mi vagyunk a sötét égen, akkor rossz irányba haladunk, és könnyen üstökössé válhatunk. Hát kívánom azt, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen nagyjá ezen a konferencián, és akire bízott valamit, lelkiismeretesen végezze, lehessen az Úr Jézus Krisztus csillaga, de tudjunk félreállni előle. Igaz ez hívő zenészekre, lelkipásztorokra, bármilyen szolgálatot végzőkre, hogy a kellő időben tudjunk félreállni, hogy az Úr Jézus Krisztus ragyogjon. Szeretném, ha imádsággal tudnánk befejezni ezt a részét a délelőttnek, és amikor felállunk, akkor megkérem Szabó Lacit, hogy hangosan imádsággal fejezzük. Thank you.
foltmanó, kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli faragó mester kezdalról kerültek ki. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot voltak, míg mások kabátot viseltek. A két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. I like to move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it! You like to move it, move it! A foltmanok egész életükben minden áldott nap pontokat osztogattak egymásnak. Arancsillagokat vagy szürke pontokat. Naphoztat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragadgattak egymásnak. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érzes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a fejér füliemmel hatalmas farutakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Mindenki elárasztott a csillaggal. Némely foltmanónak egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, mikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasztanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták fel. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg. Öjtötötű, öjtötötű, öjtötál! Ha egy pártot a bennőn tartottál! Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép a tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, már úgyis sok van rajta. Ő igazán nem jó formaló! Csak szürke pontot érdemel! Egy idő után maga Pancsinelló is elhette. Nem vagyok jó foltmanó! Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lóg rá, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen foltmanó volt. Luciának hívták. Nem mintha a manók nem ragasztottak volna rá a kutákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rám, és ragasztott el csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni. Nem akarom, hogy mások jeleket ragasszanak rám. Úgy döntött, megkérdezi Luciát, hogy rajta miért nincsenek matricák. Ó, nem nagy ügy, csak minden nap meglátogatom Éli. Éli? Igen, Éli, a fafaragó mester. Jól tücsörgök a műhelyében. Micsoda? Majd megtudod, menj fel te is hozzá, a helyre. Hát, hát, nem én, hát, hát, szerintem szóval legyettem. Így aztán Pancsinelló hazament, és elkezdett gondolkozni. Nem jó ez így! Suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez.
Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Pancinello! Pancinello, örülök, hogy látlak! Gyere, közelebb, hadd nézzelek meg! Te tudod a nevemet? Hát persze, hogy tudom, hisz én alkottalak. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Én nem akartam, nagyon sajnálom, mint tényleg, én próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezni. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. És neked sem kéne, hisz kik ők, hogy rossz vagy jó pontokat ragaszgassanak rád. Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Az nem számít, hogy ők mit gondolnak rólad, az számít, hogy én mit gondolok rólad. És szerintem te nagyon értékes vagy. Én értékes! Nem tudok gyorsan járni, nem tudok nagyot ugrani, a festék már lepegyezik rajtam. Minek vagyok én értékes neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette a kezét kis favállakra, majd nagyon lassan így szól. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes számomra. Én alkottalak. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki nem is tudta, mit mondjon. Minden nap vártam, hogy eljössz hozzám. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem ragadnak meg a foltok. Tudom, mesélt róla. Látom, miért nem ragadnak a foltok sem a csillagok? Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit a foltmanok. A matricák csak akkor ragadnak rá, ha engeded őket, és ha fontosak neked. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rá, ha fontosak neked. Neked elég az én szeretetem. Elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztessenek rá, mennyire fontos vagy számomra. Érted? Nem nagyon. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, és én emlékeztetni foglak, hogy a pontok csak akkor ragadnak, ha fontosak neked. És te fontos vagy nekem, ezért várlak minden nap.